Az autó kedencén belül a kijelölő dobozzal, amikor kijelölünk egy rajzelemet, akkor láthatjuk, hogy a rajzelemen úgynevezett fogópontok, fogódobozok jelennek meg. Ezeket más néven grippontoknak is nevezzük. Ezek a fogódobozok a rajzelem úgynevezett nevezetes pontjainál jelennek meg. Segítségükkel a szárkereszttel pontosan az adott pozícióra tudunk ugorni. Ha megnézzük most közelebbről a működését, akkor azt tapasztaljuk, hogy amikor a szárkereszttel közelítünk a doboz felé, akkor egy adott távolságon belül, mint pici mágnes, az adott doboz közepére húzza, ugrassza a szárkeresztet. Ilyenkor a kék színű doboz átvált rózsaszínű állapotra. Ha most az egér bal gombjával bele is klikkelünk egy ilyen kijelölő dobozba, akkor vörös színűvé változik. Ilyenkor az adott ponton lévő doboz segítségével tudjuk módosítani az adott pont koordinátáját a modelltéren belül, így az objektum alakját, geometriáját is tudjuk módosítani. Egyenes esetében három jellegzetes pontról beszélhetünk. Az első jellegzetes pont az egyenes kezdőpontja, az egyenes végpontja, és végül az egyenes felezőpontja. Ha beleklikkelünk az egyenes felezőpontjába, akkor nem az alakját tudjuk módosítani, hanem az eltorás vektort tudjuk megadni a gumivonal segítségével, és így az egész objektumot arrébb tudjuk tenni a modelltérbe, hogyha az éppen szükséges. Körrajzelemnél mások a jellegzetes pontok. Jelöljük ki a körelemet a kijelölő dobozzal. Látható, hogy a kör középpontjánál jelenik meg fogó doboz, valamint a negyedelő, azaz kvadráns pontjainál jelennek meg a grip pontok. A kör középpontjába, ha beleklikkelünk, akkor itt is az egyeneshez hasonlóan arrébb tudjuk tolni a rajzelemet, míg a kvadráns pontok segítségével a kör átmérőjét, sugárértékét tudjuk módosítani, vagy éppen más objektumhoz tudjuk illeszteni a körünket. Végül nézzük meg, hogy hogyan jelennek meg a kijelölő dobozok a vonallánc rajzelemnél. Bármelyik szegmensére, hogyha klikkelünk a kijelölő dobozzal, akkor az összes csúcsponton megjelennek ezek a kék dobozkák, azaz a grip pontok. Természetesen a kijelölést az ESC billentyű lenyomása mellett meg tudjuk szüntetni, és ilyenkor ezek a segédpontok vagy fogódobozkák is eltűnnek. Az AutoCAD rendszerén belül természetesen testre is tudjuk szabni a kijelölő dobozok megjelenítését, valamint működését. Nézzük meg most, hogyan is tehetjük ezt meg. Klikkeljünk a modelltér bármelyik pontján az egér jobb gombjával. Ilyenkor megjelenik az úgynevezett helyi menü. A menüből válasszuk ki a beállítások menüpontot. Klikkeljünk az egér bal gombjával. Ha minden jól ment, megjelenik a beállítások párbeszéd ablak, itt pedig a kijelölések tab panelen keressük meg a fogók testre szabását működését szabályozó funkciókat. Az első pont, amit érdemes megtanulnunk, az a fogó méretének a szabályozása. Itt egy csúszka segítségével tudjuk ezt vizuálisan is állítani. Természetesen ezt a grip size nevű rendszerváltozót állítja, ezt a parancsolón keresztül is tudnánk állítani. Hogyha azt szeretnénk, hogy a fogók ne jelenjenek meg a modelltérbe, akkor klikkeljük ki ezt a checkboxot, fogók megjelenítése, majd oké. Ha most újra kijelölünk egy objektumot a modelltérbe, akkor látható, hogy nem jelennek meg rajtuk a fogók. Természetesen én azt ajánlom, hogy az elején mindenki használja a fogódobozokat, hiszen valóban hasznos funkcióról van szó, ezért én most vissza is kapcsolom a megjelenítésüket. Számos más belső funkciót, szabályozást érhetünk el ezen a panelen, ezeknek a felfedezését mindenkinek önállóan célszerű megtennie.